Itt vagyunk Nyugatbácskában, a falut többféleképpen is szokták megnevezni. Igen. Én nekem gyerekkorom óta kupuszina, az kupuszina volt. De mindenki kupuszinaként ismeri, amikor azt mondod, hogy Bácskertes, sokatnak azért megvan, hogy igen, ez kupuszina, de hogy az emberek nagy része, hogy bács mi? De ez a Bácskertes, ő szép, nagyon szép hangzású név, de mégiscsak a kupuszina marad meg. Van köze ennek a káposztához? Mert, hogy ugye... Szerintem igen, hiszen ez egy olyan falu, ahol elsősorban is alapvetően a zöldségtermesztéssel foglalkoztak. Mindig én, amióta az eszemet tudom, a Bajmoki piacot is ők látják el, egész Zombort. De én úgy tudom, hogy még a nagy Jugoszlávia alatt egészen Zágrébig ellátták a piacokat friss zöldségekkel. Fölültek a reggeli vonatra, aztán vitték a káposztát. De ami miatt ma itt vagyunk, Árpád, és ami miatt én ajánlottam, hogy jöjjünk el ide, én úgy hallottam, hogy kupuszinál a mákos rétes az valami rendkívül ilyen finom dolog, és Terike néni állítólag rendkívül ilyen finoman készíti, úgyhogy szerintem őt meg kellene itt keresni kupuszinán, de én nem tudom, hogy ő hol lakik. És egy faluba, ha keresünk valakit, akkor hova fordulunk, kihez? Én azt mondom, hogy menjünk be. Van itt egy fiatal plébános kolléga, Zsúnyi Tibi atya, szerintem ő el tud bennünket igazítani. Faluba, ha keresünk valakit, akkor plébános kérdés. Keressük meg. Rendben. Tibi atya, köszönjük, hogy leültetsz bennünket itt az asztalnál, és aminek még jobban örülök, ennek a fityókos üvegnek itt, itt kupuszinál is jó pálinkákat főznek. Sőt, nem kifejezés, nagyon, nagyon szeretik is, meg nagyon jó pálinkátokat is főznek, és érmeket is nyernek, és jó helyezéseket írnak el az egyes versenyeken. Én mindig mondtam azt, hogy Bácskában a borkultúrán még nagyon sokat kell csiszolni, fejleszteni, de a pálinka kultúrája Bácskának és egyáltalán Délvidéknek, Vajdaságnak szerintem elég erős. Majd megkóstoljuk. Milyen pálinka ez? A legfinomabb a sárga barack pálinka, ami az illatától is nagyon kellemes és ízletes, és az íze is tényleg olyan, ami az embernek vidámságot ad, meg szóval egy kicsit megrázkodik az embertől. Sárga barack, mondjuk én meglepődtem most, mivel jöttünk be a faluba, akkor láttam, hogy rengeteg traktor utánfutókkal almát szednek, és az út mindkét oldalán ugyebár alma ültetvények vannak, és akkor gondoltam, hogy hát itt remélhetőleg egy kis alma pálinkával várnak minket. Mi a falunak a fő profilja igazából? Mit lehetne mondani, mivel foglalkoznak kupuszinán az emberek? A 90-es évek után, a délszláv háború után akkor áttértek az alma gyümölcs termesztésre, és sokkal inkább áttértek arról a kerti veteményekről, ezekre a gyümölcsökre, amelyek nagyon nagy számban most már elterjedtek a falu körül, nagy gyümölcsösök vannak, több holdon gazdálkodnak a gazdák, és nagyon szép és remek árut tudnak előállítani most már. Bácskertes, ugye, mert hát a kupuszinának ez lenne a magyar megfelelője, ugye Bácskertes a háború előtt, jól tudtam, hogy egész Zágrebig ellátta a zöldségpiacot friss zöldséggel? Sőt, tehát az egész Boszniát, egész Zágrábot, a Dalmáciát, hihetetlen távolságokat elértek ezek az idős emberek, akik fölpakoltak vonatra, vagonokra, és elutaztak, és az itthon maradottak küldték utánuk az árut. Hogy áll a lakosság itt, Tibi? Mennyire érinti az embereket az elvándorlás? Fiatal vállalkozók, akik úgy gondolják, hogy itt érdemes élni, megmaradni, vannak ilyenek azért? Igen, ahogy a többi faluba is, tehát teljesen jellemző bácskai falu, ami kupuszinát illeti. Olyan emberek, akik például most is kaptak támogatást az államtól is a különböző pályázatokon, ők egyre nagyobb gazdaságokban kezdenek el működni, és látnak jövőt benne. Szép családi életet is élnek, ami nagyon fontos, mert a család megtartó dolog, amit most már itt tapasztalok ezen rövid időpapság alatt, amióta itt vagyok, és a közösség pedig az ilyen fiatalokat fölemeli és tolja őket előre, segíti őket. Egy nagyon nagy összefogás van a faluban. Igen, ez nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy ez egyedül ez az, ami megtartja itt a délvidéken élő magyarokat is, de más családokat is, mindenkit. A vállalkozás, ugye adva van egy zsíros, gazdag föld,
És hát én, amit nagyon-nagyon várok, és nagyon érdekel, tehát ez a mákos réteség, mert már nagyon-nagyon piszkálja a fantáziámat. Mákos rétes előtt esetleg megpróbálunk egy kortypálinkát meginni? Hát tudjátok, hogy az ördög hogy ütötte agyon az anyósát, hogy gyilkolta meg az anyósát, hogy enni adott neki, de inni nem. Hát még enni sem és inni sem kaptunk, de ezt a pálinkát nagyon szívesen megkóstoljuk. Természetesen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó napot kívánok! Terike nénihez van szerencsénk? Igen. Terike néni, mi vagyunk azok, akik a mákos rétes ügyében jöttünk Önhöz. Jó helyen járunk? Jó helyen járnak, igen, igen. Akkor betérnénk, megnéznénk, hogy hogy készül az a bizonyos kupuszini rétes. Köszönjük szépen! Terike néni, bent vagyunk itt az Ön konyhájában, ahol hány rétest készített el az elmúlt évtizedekben? Hát azt nem tudom megmondani. Már nagyon sokat, sokat, rengeteget. Rengeteget. Ki kezdte ebben a házban? Kitől tanulta a kupuszini mákos rétes készítését? Hát nem ebbe az én szülő házamban tanultam, még a öreg anyámtól. Még a nagyanyjától? Igen, attól láttam, és mikor férjén mentem, akkor a anyósom így csináltam. És Terike néni, mi a kupuszini mákos rétesnek a titka? Miért különleges? Mi a... Itt nálunk nem látszik a tészta a mákos rétesben, ez csak csupa mákos. Csak mákos. De akkor rengeteg mákos kell lehet, ugye? Igen, ezt hogy kell elkészíteni, ezt a sok mákot? Hát ezt a sok mákot megtörni kell mozsonyban. Na, ez fontos szerintem, mert igen. Mi odahozat daráljuk a mákot, van egy mákdarálunk, akkor itt törik a mákot? Itt nálunk, itten mindig mosott mákmén, megmosni kell a mákot, megszárítani jó, és akkor sok mák. És ez nagyon nehéz munka. A mágterés. Hát én ezt magamra vállalom. Láttam, hogy itt van egy ilyen elég nagy méretű mák. Akkor mozsár. Ez egy mák mozsár. És ez kifejezetten mákra, más nem is törnek ebben? Hát valamikor diót is törtek. Diót is törtek, igen, benne. Igen, hát valószínűleg ugye a máknak magas az olajtartalma, és nagyon, tehát bizonyos ízek másként jönnek elő belőle, hogyha ha látom, hogy egy óriási nagy fény istráng, ugye? Egy ilyen kis nevelőpálca, ez a vas, hogy fog meg. Igen, hát ez egy kemény dolog. Hát akkor te megtöbb vállalod? Én vállalom, hogy megtöröm. Terike néni, látom, kikészítette. Ez mi is különben? Mák és cukor. Cukor. Ezt meg kell törni. De jó keményen. 370-et kéne verni. 370? Egy mozsár. Egy mozsárra, és ez 5 fél liter, mint egy levélben. Ide tesszük ugye a... Itt van a liszt. Lisztet? Lisztet, igen. És akkor langyos sós vízzel be kell gyúrni. Égszíni pantlika, áris nyám kezéje. Nincsen
Terike néni begyúrta a tésztát, elég sokáig, már egy 10 perce minimum zöcsköli ezt a tésztát, ugye ki kell dolgozni jól. Muszájuk a rétes tésztát, igen. Mi minden került bele? Én láttam langyos vizet. Langyos víz, langyos sós víz. Sós víz, ugye langyos sós víz. És egy kis olaj. És egy kis olaj, és ezt és nagyon ki kell dolgozni. Igen. Mikor kidolgoztuk, akkor mi a következő feladat, Terike? Ha most ráteszem a gyúródeszkára, és ott is még jó kidolgozom. Jó, segítek. Rendben. Ki egyenesítem ezt az asztalterítőt. Most további meg, gyúrás következik, vagy gyújtás? Igen. Aha, értem. Még így megdolgozom. És utána letakarjuk egy konyharuhával, picit megnyújtja előtte, ugye, és lekeni olajjal, hogy ne száradjon. Ugye ez a kinyújtás, ez segít majd az első, első húzáshoz. Igen. Hát most ennek egy jó ideig kell állni, még ez fog nyúlani. Körülbelül mennyi idő kell egy házilag készített rétes tészta pihentetéséhez? Egy jó fél óra, hát ugye? Most ez attól függ is, hogy sikerül begyúrni. Ha kicsit így keményebb, mint most, akkor tovább. Ha még puha, akkor elég lehet. De akkor még nagyon kell vigyázni vele, mert az akkor is tud elszakadni. Értem. Ha túl elállja magát a tészta, az se jó. Milyen érdekes, hogy nyújtjuk, ugye, és mindig egy picit visszaugrik a... Vissza. Olyan, mint a gumi. Most találtam még egyszer meg, hogy ne ragadjon oda. Hogy fog állni? Most a tetejét megolajozom, és akkor pihentek. Az olaj ugye azért kell, hogy ne száradjon ki a tészt, amíg pihen. Igen, igen. Mert kicserepesedhet, ugye, és igen. Az is befolyásolja. Az is pattog is pattog. Értem. Ó, hát csodálatos. Akkor a tészta így leolajozva, most igen, egy jó fél óráig hagyjuk pihentetni. Egy jó fél óra. Hát nem most... kell letakarni, ugye, nem. Mert nem, nem az olaj, olajja igen. Leantakar. Hát Terike néni, akkor egy picit várunk, megnézzük mi addig lobodárt itt, hogy hogy áll azzal a mosár. A 370 ütést rámérte a fél liter bárkör. Halad a munka. Halad. Nehéz. Nagyon. Akkor a jobbik részt választottam. Igen. Megyek is vissza, vigyázok a tésztára, jó? Hogy nyúljon. Jó munkát. 250. 250. 250. 250. 250. 250. 260. Pihent a tészta. Fantasztikus. Segítek, akkor ezt a deszkát elteszem innen. Ó, és ugye, és akkor tésztát ugye erre felé nyújtjuk. Igen. Csak mindig amerre vastagabbja, arra húzzuk, mert akkor lesz a nagyon vékony, lesz a vastag. Szinte átlátszik az abrosz, olyan vékony lett. Igen. Először is meglocsoltuk olajjal. Igen. És akkor még egyszer megpróbálom egy kicsit meghúzni, mert... Még mindig vastagnak ítéli? Van, ahol még vastag. Aha, értem.
Hát nézzük akkor, mi minden megy bele. Tehát Szilva Lekvár? Igen, igen. Hát mindenki Szilva Lekvárra ez ebben jár, de már hallottam, hogy van, aki mondjuk Barack Lekvár. Azzal sem rossz. Is, hogy avval is lehet, de itt nálunk a faluban mindig is Szilva Lekvár. Az olaj, a lekvár és ez a tejföl pedig azt eredményezi, hogy jó szaftos lesz a igen, rétesünk, igen, nem igen. Fog... Nem szárad ki, meg hát igen, eleve a már igen. Száraz. És ez meg hát a lekvár is, az is ad neki egy kis nedvességet. Mazsola is kerül bele. Hát most aki nem szereti, annak nem muszáj. Nos, és hát most egy nagyon fontos pillanat következik, hát, ugye? Egy kicsit csak foglalkozik. Na, Marceli, várjál csak. Mert ezt muszáj szorítani. Nagyon jó, Töréke néni. Fantasztikus. Itt a lényítás. Töréke néni, segítsen nekünk ezt felszállni, jó? Tehát, igen. Hogy is nézesz ki? Előtte beporcukrozza? Nem, majd a pányára.